Sziasztok, ez a videó egy ilyen összefoglaló videó lesz a mai június 9-i Tarkov TV adásáról. Szeretném gyorsan rövidre zárni a Vibe témát. A Vibe az új patch fog érkezni, ezt nem tudjuk, hogy mikor lesz. A patch -rel. azt mondták, hogy még némi polírozásra, finomításra szorul, de egyébként nem sokára megkapjuk, ugyanúgy, hogy eddig is voltak private eventek, ezután is lesz, hogy ezzel a, ezzel a is fog jönni egy ilyen private event. Nem tudjuk, hogy mikor lesz, szóval Az arena lesz a következő témánk, az arena azt mondták, hogy körülbelül ilyen DLC áron fog érkezni, tehát nem lesz túlságosan drága, viszont a pontos árat még nem tudták megmondani. Az arena early testje, ami ilyen meghívásos alapú lesz majd ősszel, valószínűleg az ETS-ben aktívan résztvevő játékosokat fogják először első körben meghívni, ezt amivel meglátjuk. Ha volt egy csomó kérdése a kommunitéknek az arénával kapcsolatban, ugye ezekből válogattak ki nekünk egy párat, és erre, ezekre kaptunk választ. Azok, akik csak az arénát veszik meg, tudnak majd együtt játszani azokkal, akiknek ugye a Tarkov is megvan, vagy az eod jük is megvan. Tehát lesz ilyen úgymond crossplay. Az arénában nem lesz secure container, viszont lesz loot. Lesznek majd medek, amok meg ilyenek, viszont nem lesz offline módja sem a saját Tarkov karakteredet a saját preszeteiddel egyébként fogod tudni majd használni, mondom, a saját gírjeivel együtt fogod tudni majd használni az arénában, de ezt majd ma akkor látjuk, amikor éppen kijön. Lehet majd elmetek fogadásokat kötni az arénában, és amit én kifejezetten érdekesnek tartok, az az, hogy időlimitesek lesznek ugye a körök, de hogyha nagyon passzívan játszik valaki, úgymond kempel, akkor egy ilyen úgymond tisztogató osztag fog majd bejönni, ilyen eléggé hardcore aival, és azok fognak majd kikérgetni az arénából, vagy éppen rommá lőni. Lesz PvM mód, meg ilyen horda mód, illetve lesz olyan boss fight mód is gyakorlatilag, ahol bossok ellen fogsz majd tudni harcolni. A Summer Game Fest-re akarták egyébként ezt a tízert benyomni, de megkaptuk ugye egy héttel hamarabb. A Streets lesz a következő témánk, a Streetsről egyébként nem sokára kapunk egy új teasert. Az első iterációra azt mondták, hogy már gyakorlatilag majdnem minden le van benne dizájnolva, viszont még nem játszható, tehát ennek az optimalizációja folyik éppen nem mondtak rá semmit, hogy ezt mikor kaphatjuk meg, vagy mikor kapunk róla több infót. Uh, Lighthouse Expansion, um, a Vibe elején a Lighthouse Expansion része, tehát ez a kiterjesztett része, uh, a világító az majd látogatható lesz, kivéve a világító torony, az alá lesz szaknázva, tehát nem nagyon menjetek majd a környékére. A Vibe után, szerintem egy-két héttel, viszont majd ilyen eventek sorával uh, le fogják zárni majd ezt a részt, tehát azt a kaput, ahol be tudunk jutni erre az új részre és majd lesz valamilyen cucc, amit fel kell mutassunk, hogy be tudjunk jutni. De mi valószínűleg ez úgy fog kinézni, mint mondjuk a labs, hogy van keycardod, vagy valami hasonlód, annyi kis különbséggel, hogy ugye a labzra be tudsz menni gyakorlatilag a menüből, illetve itt meg ugye át kell magad úgymond harcolni azon a részen, hogy át tud jutni majd az új részre. Ja, és ezután egyébként a világítótoron is több valószínű, hogy elérhető lesz. Az alapjuszek és bermodelleket egy kicsit átalakították, most van, ugye a juszeket mutogatták, ott az alapruha az úgy néz ki, hogy nem ez a kockamintás zöld akármi van, hanem sima OD uh, cuccot kapott, a bert azt ugye nem láttuk, uh, valószínűleg jönni fognak új ruhák, új felszerelések, amivel ugye a testet tudjuk szabni majd a karakterünket. Kapunk két új Jussek hangot, illetve két új Bear hangot is, és ez a két ber lesz, ami úgy gondolom a sokak számára érdekes lehet. Ez a Broken English ber lesz, tehát amik tört fognak operálni. Mutatok egy csomó új animációt, futás, meg sétálás, meg, meg minden egyébként, ami mozgással kapcsolatos. Egyébként nagyon-nagyon fluid, nagyon jól néznek ki úgy gondolom, hogy ami, amit én elcsíptem még belőle, az az, hogy mondjuk a fegyveredet tudod manipulálni futás közben, amit ugye most nem igazán tudsz megtenni. Tehát, hogy mondjuk miközben sprintelsz, tárat tudsz vagy meg tudod nézni, hogy van-e van, meg van-e töltve a fegyvered, vagy valami ilyesmi. Jön egy csomó-csomó új fegyver, tényleg rengeteg új fegyver jön, azt mondták. A teljes G36 család bekerül, a c meg a K-t láthattuk ma. A K-nak az irányzéka egyébként borzalmas, csak úgy, mint ilyen áll. A Nikita azt mondta, hogy valószínű, a c fogja használni majdnem mindenki, hogyha használjuk ezt a fegyvert. A Benelli Shotgun család is érkezik majd, ugye az M4-et, ha jól emlékszem, a Benelli M4 shotgun mutogatták. Ez egy ilyen félautomata shotgun, ami egyébként Pump Action shotgun is működik. Nekem nagy vágyam lenne egy Spas 12, ami hasonló módon működik, tehát még erre is látok esetleg esélyt, hogy talán egy ilyet is kapunk. Mutattak egy új Um, AK-t, amire azt mondták, hogy igazából a AK csak szebb és jobb, mint az AK. Ez ugye a Rifle Dynamics rd 702 ese Ez egy 7.62-es um, AK fegyver lesz. Hosszággal majd ez egyébként más kaliberben is. Az MP18-at demozták, ami egy ilyen olcsó 762 7.62x54R puska. Ez egy ilyen egylövetű dolog. Um, ez ugye ugyanaz a kaliber, mint az SVD, meg a Mozin, viszont em, ennek az érdekessége az, az hogy ilyen, egy kicsit ilyen gagyi, uh, ilyen szlávia légpuska jellegű dolog, csak nagyobbat pukkan. Mutattak ezen felül még egy 338-os Bolt Action puskát is, ami ugye az Akira International axmc je Erre azt mondták, hogy fogunk kapni majd um, egy szöpresszort is, illetve jól lettem, ez egy új szkóp is rajta, uh, és a szöpresszort azt majd az MK18-al is fogjuk tudni használni. Ez ugye 338-os lapua, tehát ez azért többé valószínű, hogy limitált e, darabban lesz elérhető. Az MGL-el kapcsolatban már mondták az elején, hogy igen, többé valószínű, hogy e, sírás lesz belőle, hogy az adoptáros e, GIA, meg rendetvető, <kül> e, viszont azt mondták, hogy nagyon-nagyon nehezen lesz majd megszerezhető, csak Big Pipe-tól fogjuk tudni megszerezni, tehát nem lesz majd stashben, meg ilyenek, De nem lehet megvásárolni majd a flea marketen sem, meglátjuk. Mondom, ezen felül meg rengeteg fegyverész tudsz fog még jönni, tehát e, Biztos, hogy sok kontentet sok fogunk kapni. Éjjel látók, az éjjel látók teljesen átlettek dolgozva. Ugye most jelenleg infralámpák, meg infralézerek, mint például a PEST, vagy a DIBA, vagy, vagy hasonlók. Ugye az infralámpa módba kapcsolód, egy ilyen piros karikát fogsz kapni, vagy egy ilyen piros ö, lámpája lesz gyakorlatilag. Ez a piros lámpa az el fog tűnni, tehát ezt nem fogod szabad szemmel látni. Viszont, hogyha felcsapod az éjjel látod, akkor fog majd ez megjelenni. Offline COP, ez úgy gondolom, egy olyan funkció, amit nagyon-nagyon sokan várnak főleg a Sherpa programban, viszont csak EOD-dal rendelkező játékosoknak lesz majd most elérhető. Azzal indokolták ezt, hogy ugye a szerver oldali a dolog, tehát ugyanúgy kell hozzá egy szerver, és ugye külön szervereket fognak ehhez fenntartani, viszont nem zárkóztak el attól, hogy mondjuk a standard accountos felhasználók is használják, mondjuk egy kis tesztelés után majd ilyen speciális slotokat. Ez a a zsebekkel egy magasságban lesz, az három darab ilyen slotot fogunk kapni. de Ezek nem lootolhatóak lesznek, tehát ez mindig nálunk lesz, ide rakhatunk majd iránytűt, rangefindert, azt mondják, hogy a közeljövőben majd a rádiószettet is. A flare a következő, a flareből egyébként két fajtát láttunk, lesz olyan pisztolyból kilőhető, illetve valamilyen egyszer használatos ilyen kézi flare, megteket az alját álpukkan. Négy különböző színű lesz, piros, kék, zöld és sárga, ha jól emlékszem, más-más funkciója lesz, lesz olyan, amivel egyébként majd questeket questek megoldásához lesz funkciója, illetve a pirossal fogod tudni lehívni majd az airdropot, illetve az airdropokból is négy fajta lesz. Lesz a sima ilyen vegyes vágott airdrop, ami most is van, lesz a ami supply airdrop, amiben hát én úgy gondolom, hogy ilyen barter itemek lesznek, meg ilyen mindenféle itemek, lesz olyan, ami fegyver és fegyver modot fog majd dobni, illetve lesz olyan, ami medikális medikcucokat fog dobni. Szerintem ezeknek a méret egyébként csökkenni is fog majd, tehát nem lesz akkor, mint a sima airdroppé. A bosszok, vagy a goons, ez ugye a Big Pipe, Bird Eye és Night Trio, ők nem statikus bosszok lesznek, hanem ilyen roaming bosszok. Én úgy gondoltam, hogy ezek a roaming bosszok ez az azt jelenti majd, hogy Lighthouse-on fognak mászkálni. De kiderült, hogy nem, valójában mapokon fognak mászkálni, vagy mapokon belül és a mapokról fognak roamolni. Tehát meg lehet az, hogy mondjuk custom zone futsz össze velük reggel, interchange-en napközben, de egyébként a mapokon belül is a poikon mozognak. Ez egyébként időszakos, vagy időtől függ, hogy éppen hol fognak majd spawnolni. Tudták a fans által adott scav questeket, tehát a scav-ed is fog tudni majd ilyen napi questeket kapni innentől kezdve. Én az FS3, ami ugye a DLSS AMD verziója, annyi, hogy ezt ugye nem csak AMD, hanem Nvidia-n is fogod tudni használni. Látszott -e egyébként nagyon olyan homályosnak tűnt, mint a DLSS, de meglátjuk. Egyéb, egyébként még jön egy csomó streamer item, új questek, új kraftolási lehetőségek, egy csomó-csomó új content fog jönni az új vibe kapcsolatban. Tetszett a videó és hasznosnak találtátok, hogy nyomjátok a like gombra és iratkozzatok fel, illetve írjátok le kommentbe azt, hogy ti mit vártok legjobban ettől az új vibe-tól, vagy mikorra gondoljátok, hogy mikor lesz a vibe. Vigyázzatok magatokra a tarkóban, sziasztok!